Jó. Megtörtént a személy és a névtábla csere, úgyhogy javaslom, hogy folytassuk akkor az előadásainkat. Úgy látom a hallgatóságot jól bírjuk, és megérkezünk lassacskán napjainkhoz. Következő alkotmányos fordulat a magyar történelemben az 1989-90-es rendszerváltásnak az időszaka volt. Nagyon örülök, hogy Tölgyesi Péter elfogadta a meghívásunkat, és még időben a saját előadás előtt meg is érkezett, úgyhogy megkérem, hogy tartsa meg előadását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem olyan régen egy idős, öreg amerikai barátom azt mondta, hogy ő régebben, mikor nehezen aludt elő, akkor a Szentírást veszegette elő, és azt olvasgatta is. Gondolkodott rajta, de mostanában valahogy az Egyesült Államok alkotmányát veszegeti elő, és elgondolkodik azon, hogy ez mennyire átgondolt, milyen nagyszerű világa az alkotmányosságnak, és így békésen, nyugodtan el tud aludni. Valamikor az a gyanúm, hogy ilyesmi lehetett Magyarországon is. A magyar nemzettudatban valami hallatlanul mélyen, a régi nemzettudatban benne volt az, hogy ez egy alkotmányos ország. De akik a politikai osztályhoz tartoztak, abban szilárdan ott motoszkált, hogy valami régi, ősi, lényegében a vérszerződésig visszavitt alkotmányosság, gondolat határozta meg ennek az országnak az életét. Ezért az ország nagyon sokszor nagyon sok áldozatot hozott, és ez valami nagyon nagy érték. És ezt nem csak a magyarok gondolták így, hanem a dolgokban nagyjából ismeretekkel rendelkező külföldiek is tudtak erről. Tehát például Metternich kancellár egy belső feljegyzésben arról írt a császár királynak, hogy legalább a formáit tanácsos megtartani a magyar alkotmányosságnak, mert ez egy furcsa dolog, hogy a kontinens közepén valami ilyesmi van, itt ebben a térségben nem szokásos ez az alkotmányosság, de hát itt így alakult és okosabb megtartani a dolgot. Csomó diplomáciai irat beszél arról, hogy Bismarck kancellár mindenféle ötleteket, tanácsokat próbál tenni, meg egyáltalán hogyan gondolkodott a térségről, és szilárd meggyőződése volt, sokszor elmondta, hogy szerinte Ausztriát alkotmányosan, már mind az akkori Ausztriát nem lehet kormányozni. Ott olyan sok széthúzó akarat van, hogy ott egy felelős parlamentáris kormányzás szerinte mondta lehetetlen. Ebben sok igazság is volt, nagyon sokszor az osztrák sarkalatos törvények által megteremtett szükségszabályozás alapján kormányozták Ausztriát, bezeg Magyarországot, azt meg csak úgy lehet, ha kilépnek az alkotmányos keretekből, abból valamiféle felkerés forradalom lesz, okosabb betartani, mondja Bismarck, rengeteg belső megjegyzésben. Tehát ez egy köztudott valami volt, nagyon mélyen benne élt a magyar nemzettudatban. Volt egy nagyon sok sajátossága, ami érdekes módon igen jelentős részben mind mostanáig meg. Az egyik sajátossága ennek az alkotmányosságnak az volt, hogy a hatalom megosztás rendszere nálunk az döntően nem az itthoni hatalom megosztása volt, tehát nem a belső hatalmi erők közötti volt, hanem az összbirodalmi kormányzat és a magyar törvényhozás képviselet közötti hatalom megosztást jelentett. A magyar politikai kultúra ennek megfelelően igen jelentős részben sérelmi jellegű volt, ellenzéki jellegű volt az egész tudatban, mintha mostanság látnánk. Ma is típusosan a magyar politikai gondolkodás sérelmi jellegű, bántják a magyar, és ellenzéki jellegű. Ha nem belpolitikailag, akkor kifelé menve is. Maga a miniszterelnök is, a hatalmon levő miniszterelnök is igen, sokszor a sérelmi hangon, a magyar kultúrában mélyen beágyazva szólal meg. Most ez a hatalom megosztás Isten igazába sose vált parlamenti váltógazdasággá. Tehát tartósan, szilárdan parlamenti váltógazdaság Magyarország nem lett csak 89 után, akkor lett folyamatos gyakorlata a magyar alkotmányosságnak. Márpedig igazán teljessé az alkotmányosság gondolatát ezt teszi. Addig inkább csak egy korlátolt, egy határolt parlamentarizmusról lehet beszélni. Mindig megvolt az aktuális magyarázat arra, hogy Magyarország miért nem lehet parlamenti váltógazdaság, az alapvetően azért, mert a másik, az ellenzék valami olyasmit akar, ami a nemzetközi konstellációba, a
hatalmi berendezkedésbe, a magyar közjogba ütközve lehetetlensége. Így volt ez a dualizmus korában. A dualizmus kor nagyjai rendszeresen elmondták, részben nyilvánosan is, de egymás között, hogy tulajdonképpen olyan a függetlenségiek is vannak olyan jó hazafiak, mint ők maguk, de hogyha hatalomra kerülnének, akkor mi lenne abból? És tényleg, mikor hatalomra kerültek, mi lett belőle? Egy meddő kormányzás. A két világháború között pedig ez az eszme azzal élt, hogy mikor Magyarország tömegdemokrácia lett nagyon rövid időre, Károly Mihály korszakának az idejére, akkor micsoda rombolás lett belőle, és végül ellenállás nélkül az ország belecsúszott a kisebbség a bolsevizmusnak a diktatúrájába. Tehát a két világháború között ezt a tételt pedig az erősítette meg, hogy nálunk ne legyen váltógazdaság, hogy a tömegdemokrácia, megkötések, korlátozások nélküli tömegdemokrácia valami rettenetes bajhoz, nemzetvesztő bajhoz vezetett, és azt hiszem, hogy ez nagyon mélyen belekerült a magyar nemzettudatba. Ami még nagyon látszik ebben a folytonosságban, hogy valahogy a parlament ellenesség és a piac ellenesség, a tulajdonviszonyok megbolygatásának a vágya, a őrségváltással való hatalmi szerkezet, társadalmi szerkezet átalakítás eszméje általában az antiparlamentáris gondolattal együtt kéz a kézben járt. Ez különösen a két világháború között látszott gyönyörűen. Tehát akik azt gondolták, hogy itt őrségváltás kell Magyarországon, azok általában nem akartak parlamentarizmust, vagy valami korporatív, modern értelemben vett nem parlamentarizmust akartak. De mégis a hagyomány folytonossága hallatlan erővel rendelkezett, mikor a 30-as évek végén elindult az a vita, jelentős részben tudományos vita, hogy mi a magyar, akkor írók is, mondjuk Babits Mihály is azt mondták, hogy a magyar az egy jogásziasan gondolkodó, alkotmányban, hatalommegosztásban gondolkodó valaki. Szegfű Gyula, aki igazán értett hozzá, egyenesen Kerekperec leírta ebben a mi a magyar vitában való szövegében, hogy a térségben teljesen egyedülállóan, németekkel, olaszokkal, szláv népekkel egyedülállóan a magyar alapvonása az alkotmányos, jogászias gondolkodás, és ez tulajdonképpen a vérszerződéstől kezdve a tanácskozó parlamentáris jellege megvan a magyar hagyományban. Aztán jön a második világháborús összeomlás, és utána se tud a nemzet nagyon mást kitalálni, mint ennek a folytatását. Némi zögykölődés után, de elvileg egy parlamentarizmus van nálunk, és aztán jön az államszocialista hatalom átvétel, rögtön jön az első abszurditás a közelmúltunknak, akkor lesz először tartós írott alkotmányunk, a Tanácsköztársaságnak is volt valami ilyesmi, de ezt a magyar közjogi tudat egyszerűen kidobta magából, mikor megszűnik az alkotmányosság. Tehát egyszerre kap az ország egy papírost, amire rá van írva, hogy ez Magyarország alkotmánya, és pont abban a pillanatban véglegesen, tartósan megszűnik, ha akarom, egy ezer éves, legalábbis történelmi tudat, az alkotmányosság történelmi tudata. Az a sztálini alkotmány nem szabad egyszerűen a gondolkodásból kidobni, és azt mondani, hogy na, ez a diktatúra alkotmánya, mert az formálisan tulajdonképpen a régi jakobinus hagyományt folytató alkotmány volt, ahol a nép szuverenitást ne korlátozza semmiféle ellenhatalom. Tehát nem a hatalom megosztással akarja elérni azt, hogy egy tisztességes hatalmi rezsim legyen, hanem azzal, hogy a néphatalom korlátozás nélkül, megkötések, megszorítások, alapjogok, hatalmi ellensúlyok nélkül érvényesül. Tulajdonképpen ez a russzói demokrácia gondolat, és ezt megtetézi rengeteg alapjoggal, új alapjoggal, ami szemszájnak ingere, szociális, kulturális és egyéb jogokkal. A haladó nyugati értelmiség, köztük igen nagy nevek, ma is tisztelt igen nagy nevek között rengetegen gondolták azt 36-ban, hogy ez a jövő útja. Az eddigi formális polgári alkotmányosság helyett végre megvan a tartalmi alkotmányosság. Most senki nem gondolt ilyet, aki ezt közelről látta. A magyar Sinkó Ervin, aki pont az alkotmány idején járt Moszkvában, a könyvét, az optimistákat szerette volna kiadatni, Kerekperec megéri, hogy szerinte a világtörténelem legnagyobb hazugsága ez az alkotmányosság, mert épp a legszörnyűbb perek folynak, a legszörnyűbb tagadása mindennek, ami szép és jó a nyugati kultúrával, és közben ott az a papíros. Tehát azt lehet mondani, hogy sose kormányoztak nagyon másként országokat, mint ezen alkotmány jegyében.
A mi sztálini alkotmányunk sok tekintetben fordítása a mi 49-es alkotmányunk a sztálini alkotmánynak. Nekem idős jogászok mesélték, hogy mikor a Rákosi Mátyás, mikor kezdőkutató voltam, kontrollálta az alkotmány szövegét, ott volt előtte az orosz változat, és többször megkérdezte, hogy magyarázzák már meg neki, miért nem szó szerint azt szerepelt abban a szövegben, ami aztán Magyarország alkotmánya lett. De a dolog lényege, hogy az látszólag, ugyan hatalom megosztás nélkül, de látszólag egy demokratikus alkotmány volt, de közben az ország egészen másképp működött. És ami talán még ennél is fontosabb, hogy emellett a hétköznapi életben szabályosan megsemmisül a régi alkotmányos gondolkodás. Tehát az a jogászias, tanácskozó, parlamentáris hagyomány, ami sérülten, határoltan, sok-sok bajjal, de végigkísérte a magyar történelmet, annak a közvetlen tudata hát meglehetősen kiesik. Mind az oktatásból, mind a tanításból, de az ki kell, hogy mondjam, a politikai tudatból. És 89 után látszik, hogy mekkora törést jelent az államszocializmus. Tehát a régi eszmékből viszonylag kevés jön elő, vagy pedig ködösen, homályosan, Szent Koronatan, meg ilyesmi, de a részletes parlamentáris működésnek a gyakorlata például egyáltalán nem jön elő a 89-es parlamentből. A 89-es parlament az bizony a késő kádári parlamenteknek a közvetlen folytatását csinálja házszabályban minden csodában, és nem a régi magyar parlamentarizmushoz tér vissza. Igen nagy rész törés van itt a magyar történelemben, tehát nagyon sok minden kulturálisan folytatódik, sérelmi magatartás meg minden, de épp a parlamentáris gondolkodásban, valószínűleg azért, mert a régi eliteknek az a hordozó eleme, akik kulturálisan magukkal cipelték a parlamentarizmusnak ezt a hagyományát, egyszer megsemmisültek, mint komoly politikai tényezők. Tehát Magyarországon valami mélységes takadása volt a valóságos alkotmányos gondolkodásnak, és ezért igazán a jogrendszert sem kellett nagyon átalakítani. Például az egyesülési és gyülekezési jogot a Rákosi korszakban, sőt a korai Kádár korszakban is a régi dualizmus kori jogszabályoknak a némileg két világháború között módosított változatai szabályozták. Persze élő ember nem mert rákérdezni arra, hogy mit is jelentenek ezek a jogok, mert két nagy pofont kaphatott valahol a pincébe. Érdekes módon, ahogy elkezdett az ország felszabadulni, és az emberek elkezdtek rákérdezni, nem az alapvető politikai jogokra, mert azokra a Kádár korszakban sem nagyon mert senki sem rákérdezni, hanem olyasmire, hogy van egy horgász egyesület a városban, szeretnék egy másikat. Lehet-e? És hát a válasz kezdetben az volt, hogy nem nagyon lehet. És elindul a jogiasítása, mert ezekre az ilyen típusú törekvésekre nem születhetett már a konszolidált Kádár korszakban az a válasz, hogy nem lehet és elvisz az államvédelmi hatóság, és elindul érdekes módon a jogi szigorítása ezeknek az intézményeknek. Tehát ahogy szabadul fel az ország, a magyar szabadságjogok rendszere úgy szigorodik a Kádár rendszerbe, úgy válik kettős ellenőrzésé, úgy válik egyre erőteljesebb kontrolla. Ha jogtörténeti példákat keresünk, Magyarországon a legrigorúsabban szabályozva egyesülés és gyülekezési joga Hajnalunak a rövid időszakában volt, ami teljes kontroll alatt volt. A Kádár korszak végére nagyjából hasonló szabályokhoz jutottunk el, de akkor ezek már élő szabályok voltak, valóságos létező szabályok. A Kádár korszak szakított ezzel a brutális jogon kívüli hatalomgyakorlással, elkezdett a rendszer jogiasodni, és elkezdett egy alkudozás működni ebben a berendezkedésben. Akkor, mikor kiderült, hogy ez a rendszer tarthatatlan, gazdaságilag nem versenyképes, hogy megette a rozsda, kiveszett belőle a régi kommunista hit, elindul egy gondolkodás arra, hogy hogyan lehet ezt átalakítani, ezt a berendezkedést. Először ez tipikusan egy értelmiségi gondolkodás, hogyan lehet demokratizálni a szocializmust. Párhuzamosan fut ez, kicsit mindig megkésett, de párhuzamosan fut a gazdasági reform gondolatával. Kevés ember volt, aki megmerte írni akkor, hogy az államszocializmus nem reformálható. A gazdasági tekintetben Kornay János volt az, aki azt mondta, hogy egy gazdaságot vagy a piac regulál, vagy az állami igazgatás regulálja, nincs igazán közbűnség állapot. Na most a jogban
politikai reformban is egy valami közbülső állapotot próbáltak, nagyon jó szándékkal keresni értelmiségiek. Az a gyanúm, hogy Kádár János volt az, aki pontosan tudta, hogy nincs közbülső állapot. Hogyha ez elindulnak ezek a mozgások, akkor ugyanaz történik, mint a francia forradalom előtt Oroszországban, vagy nálunk 56-ban felgyorsulnak a történések, rákérdeznek az országlakosok a végső legitimációra, és akkor ide vagy oda elbillen a dolog, nagyon sokszor az erőszak dönti el ide. Most valami ilyesmi indul el Magyarországon a 80-as években, egyre felgyorsulóan, egyre erőteljesebben. Hogyha az oldalakat nézzük, az állampárti oldal egyre biztosabban érzi, hogy jogiasítani kell a rendszert, tehát szabályok kellenek, amivel igent és nemet lehet mondani. Ahogy mondtam, a szabályokra vonatkozó elképzelések eredetileg szigorodtak, határozottan állítható ez. És próbál valami olyasmit csinálni a korai reformjavaslatok, ahol a rendszer lényege megmarad, de azért csomó mindenben föl lehet mutatni, hogy úgymond demokrácia. Az első alkotmánytervezetek, amik készülnek, ezek még 88 végiek, abban a párt vezetőszerepe, Varsói szerződés, Tücsök Bogár, az államszocialista tulajdonrendszer mind-mind benne van. Elég korán megjelenik a több pártrendszernek az elfogadása, de valahogy úgy, hogy ha már ti ezt akarjátok, hogy több párt legyen, na no, hát legyen, de akkor legyen minél több párt, tehát olyan választási rendszer legyen, hogy legyen jó sok, és azok kerüljenek be valamiféle parlamenti dühöngőbe, ahol föl lehet őket mutatni, hogy lám, itt vannak ezek az őrült pártok, egymást gyilkolasszák, de az egész rendszer úgy van fölépítve, hogy azért nem kell nagyon őket komolyan. Tehát valahogy úgy néztek ki az első tervezetek, mintha a készítők előre látták volna azt, hogy mi lesz Oroszországban, meg a többi ilyen tőlünk keletebbre levő ország, és valahogy úgy képzelték el az egészet, hogy legyenek ilyenek, de ne ott folyjon az igazi államélet. Hanem az igazi államélet egyfelől folyjon a korporatív testületek alkudozásaiban. A legkülönbözőbb korporatív szervezetekben. Ez a Kádár korszak egyenes folytatása volt. Hogy a szakmák kezdik visszanyerni a saját önállóságukat, ami egy kívánatos, helyes dolog, és ők a komolyak, ők alkudozzanak tovább. A magyar hagyományban, ez egy antiparlamentáris hagyomány volt, jól megragadhatóan antiparlamentáris hagyomány volt, már a dualizmus korábban is, Proászka Ottokárnál máshol megjelentek a korporatív ötletek, aztán a két világháború között áttört ezeknek a vonulata. Nézegettem egyszer a könyvtárban, hogy például a korporatív írások hány címszó alatt jelentek meg a két világháború között, valami egészen elképesztő. Szinte mindent lefordítottak nálunk, amit portugálok, osztrákok, bajorok, olaszok írtáltak ebben a dologban, és saját magyar művek is születtek. Na erre csatlakozott rá a Kései pártállam, és a korporatív megoldások özönét akarta behozni. Önkormányzati úton felügyelt bíróság, a tudományos akadémia, ami irányítja teljesen a tudomány világát, és korporatív második hatalom. Ami hangsúlyozom antiparlamentáris gondolat, és a mostani nyugati világból lényegében teljesen kikopott, mint ahogy a 19. század klasszikus liberalizmusában is valami ósdi dolognak számított. És a legfőbb ötlete a pártállami gondolatnak a nagy integrátor beemelése volt. Voltak benne nyugati példák is egészen bizonyosan, a francia 5. köztársaság stabilizáló eleme, de szerintem a modellnek az igazi példája az maga Kádár János volt. Az öreg, ahogy mondták, hogy legyen valami végső kiegyenlítő, aki a lévén demokrácia, demokratikus felhatalmazással is rendelkezik, egy közvetlenül választott elnök 7-8 évre, ahogy szerepelt az akkori tervezetekbe, aki fölötte van ennek az egésznek. Nem köthető egyetlen egy párthoz, nem köthető egyetlen egy korporációhoz, hanem mint valami végső nagy integrátor, szinte mind egy monarcha, egybefogja ezt az egészet, és egybefogja az egész országot. Ezek voltak nagyjából a pártállami kiinduló tervek. Valami hihetetlen, azt lehet gondolni, hogy akik csinálták, előre látták, hogy mi lesz tőlünk keletebbre, meg délebbre, mert ilyesmi rendszerek rögzültek egy időre Horvátországba, hosszabb időre Szerbiába, Oroszországba, és még sorolhatnék jó pár országot, Belorussziába is például. Most ezzel szemben az ellenzékben az akkor formálódó, még nagyon teszetosz a nagyon csetlőbotló ellenzékben, hát először mindenféle Tücsök-Bogár ötlet volt, de aztán előjött az a megfontolás, hogy hát itt a magyar történelmi hagyomány. Legyünk olyanok,
mint amilyenek voltunk, egy klasszikus szilárd parlamentarizmus. Most ehhez hozzátevődött egy nagyon-nagyon fontos gondolat, ami a magyar nemzettudatból meglehetősen hiányzott. A nem kommunizmushoz kötődő, továbbélő magyar nemzeti gondolkodásban nagyon mélyen benne volt a két világháború közötti időszaknak a tapasztalata. Annak a folytonossága érezhető. Most a két világháború között a nyugati világ katasztrofálisan teljesített. A piacgazdaság ugye nagy világválságot, szegénységet, káoszt hozott, és a parlamentarizmus is katasztrofálisan teljesített. Az az igazság, hogy nagyon sok országban, szinte a legtöbb országban lényeg a polgárháborút állított elő. Ugye, ami számunkra mindig fontos volt, és a magyar nemzettudatban nagyon mélyen benne volt, hogy mi történt Ausztriában, hát bizony abban a hihetetlen békés, nyugodt Ausztriában, Bécsben lövöldöztek egymást, a szabályos polgárháború volt az osztrák parlamentarizmusnak a végén, 200 valány halottal, épületek szétlövésével, és a parlamentarizmus megszüntetésével. Hasonló történik Németországban, és nagyon jellegzetes, hogy a francia Vichy rendszer is azt mondja, hogy hát azért végez velünk ilyen gyorsan a hitleri Németország néhány hét alatt, mert ezekkel szemben nálunk parlamentarizmus meg piacgazdaság volt. A Vichy állam egy egész korrekcióját jelentette, még a köztársaság szót is kivette az akkori francia alaptörvényből, és francia államnak nevezte magát, mintha a mostani magyar államot látom, de most is kikerül a köztársaság, és a magyar államként jelenik meg, Magyarországként jelenik meg. Most ez a hagyomány nagyon mélyen benne volt a létező, különösen az idősebbek történelem tudatában, és mintha a magyar történelem tudatból kiveszett volna valami rettenetes fontos, hogy a II. Világháború utáni időszak viszont valószínűleg a világkapitalizmus és a parlamentáris demokrácia legnagyszerűbb időszak volt. Ugye a gazdaságban mérhetőek a számok, talán az Egyesült Királyságot kivéve, mert nekik egy elég nehéz időszak volt, az összes többi országban, de különösen a számunkra referencia országokban, tehát itt Közép-Európában elképesztően jól teljesített a kapitalizmus is, és a parlamentáris demokrácia. És a két dolog általában kéz a kézbe járt a történelemben. De Franciaországban is ez volt a helyzet, láttam egy 200 évre visszafutó francia adatsort, amiből az derül ki, hogy kétszer jobbak voltak a gazdasági mutatóik a franciáknak, mint bármikor az egész francia történelme, a francia forradalom óta. Tehát növekedésre, munkanélküliség és ilyesmire gondolok. És ebben a helyzetben sikerült egy módosított parlamentarizmust stabilizálni a nyugati országokban. Számunkra a legérdekesebb Németország volt, mert az rengeteget tanult közjogilag is a weimari demokrácia bukásából. Tehát a weimari demokrácia körülbelül azon az alapon állt, hogy mindent, ahogy a németek mondják, mindent, ami szép és drága, nyomjunk bele, mindent, ami parlamentarizmus és néphatalom, azt nyomjunk bele az alkotmányba, minél több népszavazás legyen, közvetlenül választott elnök, fantasztikus lesz. Hát az lett, nagyon nagy baj lett belőle, persze a döntőjog nem a rossz alkotmány volt, hanem a gazdaság és társadalmi nemzettudati bajok, de a német alaptörvény megalkotói meg éppen ellenkezőleg Hitlertől olyan sokat hallották a nép szót, hogy ahol csak a weimari alkotmányban szerepelt a nép kifejezés, azt gondosan kihúzták. Tehát a német államban például népszavazást ma sem lehet, szövetségi népszavazást nem lehet tartani szövetségi szinten. És sok-sok más ponton is. Az alaptétele ennek az alkotmányos gondolatnak az volt, hogy sok-sok ellenhatalom legyen, stabil és stabil kormányzás. Ez a kettő járjon kéz a kézben. Na most valami ilyesmit szerettünk volna Magyarországon is megcsinálni. Tehát az ellenzéki gondolatban az volt, hogy szemben a pártállami elképzelésekkel egy modern parlamentarizmust csináljunk, ahol sok-sok demokratikus intézmény van, de ezekkel párhuzamosan az ország kormányozhatósága, stabilitása is biztosítható. Ezt döntően a választási törvénnyel próbáltuk megteremteni, és az is későbbi példák alapján is alapvetően ezt biztosította, de sok más intézménnyel is. Az ország rettenetes bajban volt, és voltak, akikben volt illúzió, bennem nem sok. Én nem gondoltam, hogy 20 év után ennyire katasztrofális helyzetben leszünk, de az, hogy nehéz évek lesznek előttünk, abban biztos voltam. És ott volt a német példa, hogy ebből mi van egy kezdődő tömegdemokráciában. Tehát hallatlanul fontos volt a kormányzati stabilitás, kormányozhatóság biztosítás, és ezt egy csomó intézmény próbálta megteremteni az ellenzéki elképzelésekben. De ugyanakkor az is világos volt, hogy rettenetes volna, hogyha folytatódna a magyar történelmi hagyománynak ez a korlátozott parlamentarizmus, hogy nincs váltó gazdaság.
Éppen ezért nagyon erős ellenpólusokat próbáltunk beépíteni a közügyi szerkezetbe. Első helyen az alkotmánybíróságot. Mivel rendkívül fontosnak számított, hogy valóságos alkotmányosság jöjjön létre az országban, ne csak a felsőbbség szórakozása legyen az alkotmányosság, ezért az eredeti alkotmánybírósági törvény megengedte a populáris akciót. Azt lehet mondani, hogy nemzetközileg szokatlan, de szerintem Magyarországon hasznos lépés volt, megengedte, hogy bármilyen állampolgár arra hivatkozva, hogy alkotmányellenes egy törvény, vagy akár alacsonyabb szintű jogszabály az alkotmánybírósághoz mehessen. Most ezen túl sok-sok más intézmény is arra szolgált, számvevőszéktől kezdve az ombudsmanok így, ami az erős kormánnyal szemben hatalmi ellenségüket próbál teremteni, és plusz a választási rendszer úgy lett fölépítve, hogy billenő legyen, segítse, ha úgy tetszik, a parlamenti váltógazdaságot. Kapja meg a választásokon győztes a felhatalmazást a 4 éves kormányzásra, de az országnak nem tetszik, ellensen kergeti a fennálló kormányt. És akkor más kapja meg, és ez volt körülbelül a modern. Szalad az idő, talán a részletekről nem fontos sokat beszélnem. Eredetileg az ellenzők azt képzelte, hogy nem alkotmányozunk az állampárttal való tárgyalásokon. Ez nagyon fontos hangsúlyozni. Tehát semmiféle közvetlen alkotmányossági terv nem volt. Azt lehet mondani, hogy az első, nem is tudom, 5 hónapban nem is voltunk hajlandók tárgyalni velük arról, hogy mi legyen az alkotmányban. Egyetlen egy dolgot szerettünk volna elérni, hogy Magyarországon szabad választások lehessenek, és ennek a tág értelembe vett előfeltételeit biztosítani akartuk. Ebben voltak alkotmányos módosítások is. A sztálini alkotmányban kicsit később, 71-ben bekerült a párt vezető szerepe, például azt ki akartuk venni. Meg olyan szabályozás volt, hogy tulajdonképpen amit csinált az ellenzék, az akkori büntetőjog, meg alkotmányjog, meg minden alapján, az lázadás, hazaárulás, izgatás, meg minden csoda más volt. Sokszori történelmi példa volt, ugye, hogy ezekből valóságos tényállás is lett, ezeket is ki akartuk venni. Szabad sajtót, egyesület gyülekezési jogot és ilyesmiket akartak kerekasztal, és nem többet. És még egy dolgot nagyon fontos hangsúlyozni. 89 nyarán 8 esztendőre voltunk a lengyel szükségállapottól. Tehát nem azon gondolkodtunk, hogy hogyan tudunk Magyarországon egy fantasztikus parlamentáris demokráciát csinálni, hanem azon, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy Magyarországon ne legyen nemzeti tragédia, és mégis valami nagyon vékony ösvényen azt gondoltuk, hogy talán mi meg a lengyelek valami nagyon kis vékony ösvényen elindulunk valami parlamentarizmus felé. De olyan közel voltunk a lengyel szükségállapothoz, mikor ez elkezdődött, hogy most Orbán Viktor első kormánya távolabb van tőlünk. Tehát az alapélmény nem az volt, hogy hogyan építünk fel egy fantasztikus demokráciát, hanem az, hogy bármikor elindult a térségbe egy mozgás, akkor a vége rossz esetben akasztófal lett, megtorlás, meg minden, jobb esetben lengyel szükségállapot. Senki a világon nem állt elő azzal, hogy gyors demokrácia legyen. Sőt, 89-ben én már szinte mindenkivel találkoztam, aki Budapestre jött. Egybehangzóan azt mondták a nyugati vezetők, és most már a levéltárakból is előjönnek az adatok, hogy megvagytok ti őrülve. Itt cibáljátok a Gorbacsovnak a bajszát, mondja itt valaki, és ebben csak bajt fogtok csinálni. Mi már nem fogunk tudni tovább olyan szépen üzletelni a Szovjetunióval, hogyha belekényszerítetek az országot, abban újra szükségállapot, meg minden baj, de lassabban a testek. Körülbelül ez volt a egybehangzó nyugati vélemény. Voltak árnyalatnyi különbségek, de a lényeg ez volt. Most ezen az alapon próbáltuk ezt a valamit fölépíteni. Iszonyú nehezen mentek a tárgyalások, különösen az elején, és egyre inkább körvonalozódott, hogy a pártállam eredetileg azt gondolta, hogy ő szabad választást is meg tud nyerni. Olyan hatalmas volt, és az ellenzéki pártok meg olyan nyomorultak voltak, olyan szánalmasak, esendőek, meg minden, hogy ő egyedül is meg tudja nyerni, de aztán kezdett rájönni, hogy ez egyáltalán nem biztos, és egyre jobban rágörcsölt az államfő. De egyre inkább az a képzet volt, hogyha ő megkap egy olyan államfőt, mint amivel előbb beszéltem, ami Kádár János pozícióját modellezi, akkor még bizonyos pontokon demokrácia is lehet. A kérdés az lett őszre föltéve az ellenzéknek, hogy elindul egy ilyen irányba, vagy pedig meg fognak szakadni a tárgyalások. Én azt mondanám, hogy nem is annyira politikai alapon volt akkor egy drámai döntés, hanem inkább az élettapasztalatok alapján. Antal József idősebb ember volt, látta az orosz tankokat itt csörökből, 45-ben is, meg 56-ban is, látta a Szovjetunió erejét, és azt gondolta, hogy Magyarországot valószínűleg kommunisták nélkül nem lehet kormányozni. Egészen biztos ez volt még. Ha valaki antikommunista volt, az Antal volt.
Sokszor tapasztaltam, ezt a szót is úgy tudta kiejteni, hogy az mindent elmondott arról, amit gondolt. De reálpolitikus is volt egyúttal, és azt gondolta, hogy valamiféle modus vivendit kell találni ebben a helyzetben. És voltak a fiatalabbak, jó magam is ide tartoztam, én 57-ben születtem, semmiféle közvetlen tapasztalatom nem volt erről az egészről. Én meg úgy éreztem, hogy rengeteg közjog és egyéb komplikációhoz vezet egy ilyen kettős hatalommal és egyéb dologgal való dolog. Ha kell, akkor még törésre is vigyük, nem szabad megegyezni. Eddig is jó párszor megszakadtak a tárgyalások, nem baj, majd kezdjük. Senki nem gondolt arra, hogy néhány hónap múlva összeomlik a Berlin. Ezt nagyon, nagyon komolyan mondom. Az mindent megváltoztatott. De akkor az volt a feladat, hogy hogyan jutunk el ezen a vékony úton valamelyest előre nemzeti tragédia nélkül. És akkor végül megtaláltuk a megoldást, kinkeservesen, hogy valami olyasmit csináljunk, ami előre is visz meg, de nem is csinál túl nagy bajt, visszamegyünk megint a magyar történelmi hagyományhoz, a 46 évi egyes szabályozásához, arra abban van a legkevesebb legitimációs probléma, beleillik a parlamentáris rendszerbe, és belementünk egy részleges alkotmányozásba. Mikor úgy kezdett fölállni az egész, akkor még egy intézményről kellett dönteni, ez az alkotmánybíróság volt. Látszott, hogy a pártállamiak már nagyon nem akarják, tehát tulajdonképpen az ellenzék döntött erről, legyen-e már akkor alkotmánybíróság. Azt kell, hogy mondjam, hogy sokért szólt mellette, hogy legyen. Mert az alkotmány már védendőnek látszott, tehát olyannak tűnt, ami megbecsülhető valami volt, és úgy tűnt, hogy az átmenet idejét is hasznos egy alkotmánybíróság. És sikerült olyan személyi fölállításba megegyezni, ami alapján bele lehetett ebbe is egyezni. Nagyon sok dologhoz nem nyújtunk hozzá. Tehát például a kormány jogállás az pontosan úgy maradt, ahogy a Sztálin Népbiztosok Tanácsa rendelt. Egy az egyre, vagy az ügyészség, vagy a bíróság nem érintette közvetlenül az átmenetet. És ezzel megszületett az a megállapodás, ami az alkotmány egyik felét megteremtette. Aztán közben drámai dolgok történtek ezután, ugye láncreláció szerűen karácsonyra összeomlott a rendszer az egész térség. Minden megváltozott, az összes feltevés megváltozott. Az alkotmány elé oda került, hogy ideglenes alkotmány, de tudniuk kell, hogy minden sikeres magyar alkotmány előtt ott volt, hogy ideglenes. Vagy benne volt a gondolkodásban, 48-as törvényekben benne volt. Vitatható, hogy a Horthy rendszer mennyire volt sikeres, sikertelen, de a kormányzói jogállásról szóló eredeti törvényben ez benne volt, és a 46-os kezdő közjogi törvényben szintén benne volt a provizorikus dolog. Látszik, hogy Magyarországon csak az lehetett tartós az elmúlt 200 évben, amit ideglenesség csinált. Ide is bekerült az én szövegezésembe az idegenességi klauzula, és még egy nagy alkotmányrevízió történt 89 után, amit sok minden mások miatt két praktikus ok tett szinte kötelezővé. Az egyik, az az igazság, nem tudok más mondani, de ez a valóság, egy nagyon súlyos kodifikációs hiba. Nevezetesen bekerült az alkotmány elejére egy utaló szabály, nem én írtam be, én éppen szabadságon voltam, de utána nem vettem észre, hogy mi lesz a következménye, ami nevezetesen úgy szólt, hogy kétharmados törvények, egy tág kör volt, és benne volt, hogy az állampolgári kötelezettségekre vonatkozó törvényekre is kétharmad vonatkozik. Most a választások két fordulója között bekerült egy nagyon kényes jogi kérdés, a kamatadóról szóló jogi kérdés, ami olyasmi, mint a mostani bankügyeknek a dolga. Nevezetesen egy magánjogi viszonyokban az állam brutálisan beavatkozik, azt mondja, hogy a magánjogi szerződés, hogy vele volt írkálva, hogy 2% a kamat, tudom én, hány, 1-2-3 volt az, itt a különböző lépcső, attól függ, milyen régi volt, volt akinek 3, és ez 15-20-ra lazán fölemelte volna az állam egyszerű lépésre. Nagyon érdekes alkotmányossági probléma, és az alkotmánybíróság azt mondta, hogy nem is foglalkozik a dolog meritumával, érdemével, hanem mivel nem kétharmaddal fogadták ezt el, megsemmisíti az egészet. Mert az adótörvények kétharmaddal. Most háborzongató élmény volt ezt olvasni, mert számomra azt jelentette már aznak, hogy Magyarországot nem lehet parlamentárisan kormányozni, ez a többségi elv megkérdőjelezését jelentette. Volt közben egy nemzeti csúcs, amit még a Németh Miklós hívott össze, és én ott már javasoltam, hogy még most a választások előtt egyezzünk meg abban, hogy hogyan kell ezeket módosítani, hogy visszatérhessünk a parlamentarizmushoz. És volt egy másik dolog is, ami nagyon csúnya dolog volt, el szoktak róla feledkezni, a pártállamnak az utolsó parlamentje, az utolsó ülésén megszavazta mégis a közvetlen elnökválasztást a népszavazás eredményére. A Corpus Jurisba, a magyar közlönybe ez az egész dolog 18-án került be, pontosan egy héttel az első választások előtt.
Tehát az az igazság, nehéz éles szavakat találni erre a dologra, ezt, és ez azt jelentette volna, hogy őszre elnökválasztás lesz, fölrúgva azt az egész közügyi elképzelést, mint az ellenzék képviselt, és amit a népszavazás megerősített. Ezt is el kellett törölni. Ez volt a két döntő ok, de hát volt még sok-sok függő ügy. A legfontosabb ezek között a kormányjogállás, ami mondom, a sztálini népbiztosok tanácséhoz volt hasonló, ezt polgárosítani kellett. Most ezek vezettek az MDF-SZDSZ megállapodáshoz, amelyek, ha úgy tetszik, a másik lábát adták a magyar közjognak. Ezek részben visszaállították a régi kerekasztal megállapodás szövegét az államfő ügyében, részben pedig németes módon szabályozták a kormánynak a státuszát. Azt mondják nekem, hogy lassan fejezzem be, és igazok is van. Ugrok, mert szeretnék eljutni az Orbáni alkotmányig, és azt hiszem kötelességem, hogy valamit lesz, ne fejezzem itt be. Most ezzel fölállt egy új magyar alkotmányosság, amely egy nagyon fontos, hihetet, nem becsüljük eléggé, pedig óriási dolog, biztosította a parlamenti váltógazdaságot. Eddig Magyarországot, ha valamiért az ország úgy gondolta, hogy a hatalom rossz, a zömmel csak erőszakkal lehetett elküldeni. Tehát az a dolog, ami egy nagyon nagy dolog, nekünk, a magyar történetnek vannak nagyszerű elemei, de ez az elem hiányzott belőle, hogy el lehet menni egy kis papírossal, be kell dobni egy urnába, és akkor a hatalmasoknak menniük kell. Akik egyszer iszonyú magasan voltak, másnap már mehetnek Isten hírével. Ez egy ihetetlen jelentőségű dolog, ez biztosította a magyar alkotmányosság. Sokszor élménye lehetett ennek az országnak, hogy a fönt lévők szavazatokkal leválthatóak. Nem kell örjöngeni, nem kell utcára menni, nincsenek élethalál ügyek, nincs szükség zsarnokgyilkosságra, cédulát kell tudni. Ez a legfőbb érdeme ennek a magyar alkotmányosságnak, és ezen túl egy csomó részlet dologban, alkotmánybíróságban, mindenben, a hétköznapi élet részévé vált az alkotmányosság gondolata. Nagyon sok ponton nem szakadt meg a magyar folytonosság, sajnos azt kell, hogy mondjam. Tehát a mi 89-ünk nem hozott elég nagy törést a két rendszer között. Bizonyos értelemben legkevésbé a gazdasági ügyekben volt törés. A magyar kapitalizmus alaptörvényei még a Grósz kormány alatt, még Kádár János főtitkárság alatt megszülettek. Társasági törvény, a modern adórendszer alapjai, kétszintes bankrendszer. Ezek a többi térségbeli országban a 90-es évek elején válnak törvényi, nálunk 87-esek, szinte mindegy ötletünk. Más tekintetben sem volt elég nagy törés, és azoknál az intézményeknél, amelyek régiek, megdöbbentő a folytonosság. Tehát ha megnézzük a magyar parlamentnek a gyakorlatát, azt lehet mondani, hogy alapvetően ugyanazt csinálja, mint a legutolsó kádári parlament, módosító indítványokkal babrál, illetve nagy veszekedő szövegeket mond, hogy azért valamit a tömegdemokrácia is kapjon. Egy beállt nyugati parlamentben 200-300 szavazás van egy esztendőben, a miénkében 15-20 ezer. Egy komolyabb törvényhez néha 3000, a költségvetési törvényhez többször 3000 módosító indítványt nyújtottak be, és a parlament azzal foglalkozik, hogy ezeket darálja. Néhány aranyszál is van a hatalmas szénak az alba, de alapvetően egy ilyen monoton darálás van, egy bürokratikus parlament van, ahol nagy odamondogatás létezik azért, hogy valamit a tömegdemokrácia is kapjon, és ezentúl a kijáró képviselők, ami megint egy kádári gyakorlat volt. A parlamenti képviselőinknek közel 80%-a érintett valami módon önkormányzati tisztségükbe. Polgármester, frakcióvezető, önkormányzati főember és mi egyéb. Igen, nagy részt, ezt már a fantasztikus Horn kormány ideje alatt kétharmados többséggel történt meg, hogy összeférhetetlenséget megszüntették ebben a tekintetben. És ha még beleveszünk a kisebbségi képviselőket, különböző lobbikus szakmákhoz kötődő képviselőket, alig van olyan parlamenti tag, aki azzal a tudattal ment volna oda, hogy az ország érdekét keresi, és nem valami lobby. Nincs időm, hogy végigmenjek az intézményeken, tehát egy csomó gond belemegy ebbe az intézményrendszerbe, minden pozitívum ellenére is, de nem ez a döntő, hanem a döntő az, hogy ez az ország hallatlanul sikertelen. Hogyha megnézzük a számokat, lényegében a nagy olajválságok óta, a 70-es évek közepe óta ebben az országban nincs gazdasági növekedés. A reálbér most nagyjából a 79-es szinten van, minimálisan van fölötte, és közben sokkal nagyobb a szórás. Tehát egy tanárnak a pozíciója relatívan ma rosszabb, mint 79-ben volt. Nem lehet összehasonlítani persze a két áruk világát. Tehát föltenni azt a kérdést, hogy hány trabant ér egy golfot, mert más az áruk világa, de mégis, ha
valamelyest elfogadjuk, hogy létezik statisztika ezen két világ között, kimondhatók ezek az, erős állítások. Most egy társadalmi berendezkedést két dolog igazolhat. Az egyik igazolási lehetőség, hogy a miénk. Mi magunknak csináltunk, részt vettünk benne, harcoltunk, küzdöttünk, meghaltunk, ha úgy kellett. 1848-at ezek az egyébként. Ott is voltak vitatható, elesett törvények, kapkodó elemek, utólag visszanézve zűrös pontok, de ez, hogy harcoltunk érte és meghaltunk, beletette a nemzetmítoszágot. Bizonyos értelemben az utolsó nagy közügyi rendezés volt ilyet, amit így a sajátjának érzett az ország. Egész biztos, hogy mondjuk a lettek, észtek így érzik a saját közjövő berendezkedésüket, és látszik is az adataikon. Tehát, ők sokkal inkább hajlandók áldozatot hozni a hazájukért, mert sajátjuknak érzik ezt a rendszert. Na most nálunk ez elmaradt. A magyar társadalom nem vagy alig vett részt az átmenetben. Úgy viszonyult hozzá, mint egy mozivező. Ha valami tetszetős történt, megdicsérte, de alig vett részt. Rengeteg adattal lehet igazolni, hogy milyen alacsony a részvétel. Tehát például az új pártok taglétszáma 5%-át érte el a 47-es pártoknak a létszámának, de szaladnék tovább. A másik igazoló lehetőség az, hogy sikerült. A német vagy a japán parlamentarizmus sem maguk csinálták, nem érezték magukénak. Az első pillanatokban valószínűleg elég idegennek és csúnyának érezték. Sok tekintetben a német és a japán történelem megszakítását jelentette az új parlamentarizmus. De hallatlanul bevált. Akkor a gazdasági növekedést, polgárosodást, működőképes demokráciát hozott, hogy ez igazolta. A német alkotmány elé is odaírták, hogy ideiglenes. A német egységig tart. És mikor meglett a német egység, nem kellett módosítani. Kiderült, hogy nagyszerű bevált az alkotmány, pedig ott fityegett az elején, hogy majd lesz egy másik. Azért is hívták alaptörvénynek, és nem alkotmánynak. Na most Magyarországon ez sem következett. De egy hallatlanul kudarcot érző országban élünk, ahol előjött az összes ellenvélemény, és igen, a történelem mélyéről bugyogtak elő az ellenvélemények. Nagyon sokszor, és nem csak Jobbik szövegekben, hanem standard szövegekben is a 20-as, 30-as évek antiparlamentáris, antikapitalista nézetei bugyognak elő óriási arányban. Még ez az ötlet is, hogy legyen keleti szél, ez is szinte ismétlése a magyar történelemnek, akkor is a kelet, mikor csalódtunk a nyugati demokráciákban a 20-as évek elején, az egész reformtól kezdve ennek az országnak az orientációja egy nyugatos polgárosító orientáció volt, rögtön válaszként megvolt, hogy nekünk keletre kell menni. Mi turániak vagyunk, és nem a nyugatnak az emberre, hogy sarkítsam. Ez mind előjött. És még egy nagyon fontos dolog jött elő, egy határtalan csalódás a jogállamban. De azt gondolja az átlag magyar, hogy a jogállam az csak egy paraván, egy átverés. Hát én rosszul jártam, rosszabbul élek, mint annak idején. De ezek másoknak ott sikerült. A magyar társadalom ösztöneiből a keleties gondolat jött elő, hogy nem jogi igazság kell nekem, hanem valódi tartalmi igazság. Most erre válaszként történt az, amit mindjárt befejezem, erre válaszként történt ez a 10-es fordulat, ez 2010-es fordulat, hogy azokat a pártokat, meg erőket, amiket felelősre tettek, ezért a kudarcot, ezt szabásan kisöpörték a magyarokat. Olyan párt, aki azt mondta volna, hogy én vagyok 89, jön egy se jutott be a parlamentbe. A szocialisták voltak mindig is, akik eljátszották, hogy itt is vagyok, meg ott is. Mindenki más az ennek a 20 évnek az ellenzékeként jött be. És aki főleg bejött, mármint a Fidesz, az ebben a helyzetben eléggé könnyen rátalált arra a gondolatra, hogy új alkotmány kell, minden új kezdet kell, ki kell dobni a régi közgazdasági tagkönyveket, keleti szelet kell behozni Magyarországon. Ez hallatlanul rezonált a magyar közvélemény lelkére, vágyaira, reményeire. Tehát azt lehet mondani, hogy az átlag magyar valami ilyesmit akar. Megdöbbentő módon a közvélemény kutatások azt hozták ki, ami egy nyugati demokráciában elképzelhetetlen, hogy a Fidesz támogatottságának az összetétele azonos volt a magyar társadalom összetételével egy évvel ezelőtt a választások után. Mint helyreállt volna a pártállam. Alacsony és magas státusúak egyformán. Ami a legmegrázóbb számomra ebben az adatban, és a legkiáltóbb, hogy arra is rákérdeztek, hogy az egykori MSZMP tagok hogyan szavaztak. És 2006-ban 13%-uk szavazott a Fideszre, és az összes többi 70-valamennyi az MSZP-re, most pedig fele-fele arányban szavaztak. Tehát még az egykori MSZMP tagok is megtalálták a Fideszt, mármint az új kezdetnek a pártját. Most ebben a helyzetben a Fidesz szabályosan rásodródott erről, hogy csinálunk új alkot. Mert ha nem csinált volna, a vágyakat árulta volna el. Ha konszenzusos alkotmányt csinált volna, akkor nem lett volna új alkotmány.
Egész biztos, hogy az ellenzék megvétózta volna az egészet. Máig ott tipródna az ország, új alkotmány, minden csod, és semmiféle eredmény nem lenne, végén le lehetne zárni az egész folyamatot. Megcsinálta a saját alkotmányát, csak hogy ezzel két alapvető probléma van, és utána elnézést a türelmükre, két alapvető probléma is befejezem. Az egyik, hogy a 89-es alkotmány mögött legalább egy negatív konszenzus volt. Igazán a 89-es alkotmány senki se gyűlölte szenvedélyesen. Nem szerette különösebben se az ország, se a politikai erők, de olyan párt, aki azt mondta volna, hogy ebura fakó, vigyétek a pokolba ezt az alkotmányt. Ez az új alkotmány abban a helyzetben fog kerülni, hogy az ország Fideszre szavazó része lehet, hogy saját alkotmányának tekinti, de az összes többi párt demonstratív módon még részt venni sem volt hajlandó az egész alkotmányon. Tehát hallatlan mértékig megosztja a nemzetet ez az alkotmány. A másik, hogy az alapszerkezetet nem módosítja ez az alkotmány, de rengeteg ponton belevisz, talán 200-300 ponton is azt lehet mondani, hogy a hagyományos alkotmánysági gondolkodás szemszögéből nézve szenetet. Rögtön ilyen a preambul. Ha valaki megnézi azt, és önöknek ezzel kell majd sokat foglalkozni, mint történelmi tanárnak, ez szabályosan arra van szám, hogy ezt tanítsák az iskolákban, nem véletlenül adják oda minden gyereknek a kezébe. Most nagyon röviden azt lehet erről mondani, hogy szabályos sorrendet lehet állítani az országok között. Az egészséges, jó történelmi tudattal rendelkező országok nem is ismerik ezt a műfajt. Vagy csak annyi van, hogy mi az Egyesült Államok lép, és aztán jön a szüvegy. Minél betegebb egy országnak a nemzeti tudata, annál hosszabb a preambulum. Szabályos centit lehet mérni, emellé tenni. Szlovákoknak már nagyon hosszú, és most nekünk a földön a leghosszabbat sikerült. Azt mondja a fejezetbe. Köszönöm szépen. Szeretném nyilvánosan megkövetni Tölgyesi Pétert, amiért itt így alakult a dolog, de lesz még lehetőség ezeknek a gondolatoknak a megbeszélésére későbbi felvetések formájában, illetve még egy dologgal adós vagyok itt.